Néhány éve még a magyarok munkahelyét féltette az Orbán kormány a bevándorlóktól, de mint annyi minden más, ez is Orbán Viktor hazugságának bizonyult. A KSH szerint ugyanis tavaly csúcsra pörgette a kormány a bevándorlást. Egyetlen év alatt 61 ezer külföldi telepedett le Magyarországon, akik többségében az Európai Unión kívülről érkeztek hazánkba. Ezen belül mintegy 38 ezeren jöttek csak Ázsia országaiból, akik zömében alulfizetett, jogfosztott vendégmunkásként kezdtek dolgozni, kiszorítva a magyarokat az eddig is rosszul fizető állásaikból. A Dobrev Klára vezette árnyék kormány szerint alulfizetett vendégmunkások helyett jól fizetett magyar dolgozókra van szükség. Ezért a kormányváltás után meg fogjuk tiltani, hogy azért bocsássanak el valakit, hogy egy EU-n kívüli vendégmunkást vegyenek fel a helyére. A tömegével hazánkba érkező, a magyaroknál is rosszabbul fizetett ázsiai vendégmunkásokból csak az akkumulátorgyárak, a fideszes milliárdosok és munkaerő közvetítők húznak hasznot. Miközben a magyarok tízezrei veszíthetik el a munkájukat. Ezért nem várhatunk 2026-ig a kormányváltással. Ezért, ha Orbán június 9-én az Európa parlamenti választásokon elveszíti a többségét, akkor már másnap előrehozott választást fogunk követelni. Ezért kérünk mindenkit arra, hogy szavazzon a legerősebb ellenzéki listára, a DK-MSZP párbeszéd közös listájára. Mi itt voltunk, itt vagyunk és itt is leszünk, amíg véget nem vetünk az Orbán rendszernek. Nem csupán aggasztó, jövőbeli fenyegetés, hanem már a hétköznapi valóság része, hogy magyarok veszítik el a munkájukat az alulfizetett ázsiai vendégmunkások miatt. Számos példa volt már arra, hogy egyes gyárakban magyar munkások tanították be a Fülöp-szigeteki vagy vietnámi vendégmunkásokat, majd a magyarokat egyszerűen kirúgták az állásukból. Ez történt Makón, ez történt Salgótarjánban, és ez történt még számos településen. Ezt a rémisztő folyamatot minél hamarabb meg kell állítanunk, mert minél tovább van hatalmon az Orbán kormány, annál több ázsiai vendégmunkás érkezik Magyarországra, és annál több magyar fogja elveszíteni a munkáját. A Dobrev Klára vezette árnyék kormány szerint alulfizetett vendégmunkások helyett jól fizetett magyar dolgozókra van szükség, ezért a kormányváltás után meg fogjuk tiltani, hogy azért bocsássanak el valakit, hogy egy EU-n kívüli vendégmunkást vegyenek fel a helyére. Ezért nem várhatunk 2026-ig a kormányváltással. Ezért, ha Orbán június 9-én az Európa parlamenti választáson elveszíti a többségét, akkor már másnap előrehozott választást fogunk követelni. Ezért kérünk mindenkit arra, hogy szavazzon a legerősebb ellenzéki listára, a DK-MSZP párbeszéd közös listájára. Mi itt voltunk, itt vagyunk és itt is leszünk, amíg véget nem vetünk az Orbán rendszernek.